ezek a legfrissebbek, az összes többit is megtalálják a hírkeresőn. Ha keresik, akkor a most következő beszélgetéssel kapcsolatos híreket is megtalálják. 3 perc van hátra a világ végéig. Legalábbis hasonló módon kommentálta a sajtó azt az órát, amit évről évre megjelenik, amit tudósok állítanak be, és akik azzal a hittel állítják be ezt az órát, hogy ők látják, hogy hol tart az emberiség. A Greenpeace munkatársa a vendégünk, jó reggelt kívánok! Hol jó tart reggelt. Az emberiség? Tartunk ott, hogy 3 percünk van a világ végéig? Hadd kezdjék egy idézettel. Egy magyar származású pszichológus Csíkszentmihályi Mihály mondta azt, hogy az ártatlansákkora véget ért. Nem lehetünk önmagunkkal elnézőek. Fajunk hatalma túl nagy ahhoz, hogy csak az ösztöneinket kövessük. Körülbelül ez lehetne a krédója is az Atomtudósok Bizottságának, aki 1947 óta tulajdonképpen mindig kiad egy közleményt arról, hogy mennyi időnk van még hátra, mennyire veszélyeztetjük a saját fajunk létfenntartását. Ez hullámzó, tehát volt ez jobb is. Ugye volt, amikor a háborús veszedelem volt az, ami a leginkább aggasztotta a tudósokat, függetlenül attól, hogy ez nem feltétlenül az ő szakterületük. Most meg hosszú évek óta igazából a klímánkkal kapcsolatos bűneink azok, amik meghatározzák ennek az órának az állását. Igen, ez pontosan így van. 2007 óta a klímaváltozással kapcsolatos tevékenység, illetve az, hogy az emberiség igazából nem tesz hatékonyan a klímaváltozás megfékezésére áll az első helyen, és 47 óta egyébként ez az egyik legrosszabb eredmény, ez a 3 perc. Volt már nagyon jó is, hogy jó hírt is mondja, 91-ben a Szovjetunió felbomlása után úgy nézett ki, hogy a nukleáris fegyverkezés az visszaszorul, vagy akár teljesen meg is szűnik, és emiatt volt 17 perc ugye a legjobb eredmény. A legrosszabb eredmény az 53-ban is, 1984-ben volt 2 perc. Ez a 3 perc, persze ez képletes, de úgy igazából mire gondoljunk? Ez mit jelent? Természetesen szimbolikus, ez üzenet a világ vezetőinek, az országok vezetőinek és azoknak a polgároknak, akik megválasztották ezeket a vezetőket, hogy nem megfelelő tudatossággal döntenek a nukleáris fegyverkezésről, vagy akár a Greenpeace álláspontja is megegyezik egyébként az Atomtudósok Bizottságának döntésével. Ahogy tetszik, önök is 3 percet mérnek? Ez egy nagyon jó szimbólum szerintem, és nagyon fontos üzenet, hogy az utolsó perceket éljük, az utolsó órában vagyunk, tennünk kell a klímaváltozás ellen. A tudósok azt mondják, hogy a klímaváltozás megfékezéséhez, azt hiszem szó szerint idézem, egészen drasztikus intézkedésekre van most már szükség. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a fosszilis energiahordozókról át kell térnünk a megújulókra. Ez azt jelenti, hogy 2030-ig az EU szerint is ennek az aránynak 27%-nak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy 40%-kal csökkentenünk el a széndioxid kibocsátásunkat szintén 2030-ig, hogy 2 fok alatt tartsuk a globális klímaváltozást. Ebben a mai műsorban már beszélgettünk fél mondat erejéig arról, hogy a kormányzatunk pont a megújuló energiát adóztatja egy friss elképzelés szerint. Ez mennyire megy a világ tendenciával szembe? Tulajdonképpen teljesen. Tehát az európai tendenciákkal szemben biztosan. Tehát egy sötét folt vagyunk a napelem térképen. A Szlovákiánál is 100-szor kevesebb napelemet szereltünk föl. Most nem tudom, hogy ettől az adattól riadta meg a kormány, de mindenképpen rossz ez a tendencia. Tehát mindenhol a napelemek felszerelését támogatják és nem adóztatják meg azt. Egy átlagos családnak 40-50 000 forinttal is megdrágíthatja a beruházási költségeit, tehát nagyon nem támogatjuk ezt az intézkedést. El Simon László szíves közléséből tudjuk, hogy éjszaka nem süt a nap, így aztán a napenergia éjszaka nem hasznos, ami természetesen ebben a formában nem igaz, viszont az atomenergia hasznos-e minden esetben? Például a Paks 2, önök mit gondolnak erről? A Greenpeace álláspontja több mint 40 éve változatlan, nem csak a... Jó, feladtam a labdát, magasra dobtam, igaz? A nukleáris fegyverkezést, hanem a polgári célú felhasználást is elutasítjuk. Ahogy egyébként nagyon érdekes, hogy az Atomtudósok közössége vagy bizottsága is azt mondja, hogy a globális klímaváltozásra nem a nukleáris energia a válasz. Természetesen ott van a sorok között, hanem a megújuló energiaforrás, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság. Első hallásra furcsának tűnik, de szerintem aki háztartás vezet is fogja érteni, van pénzünk arra, hogy olcsóbban és hatékonyabban éljünk? Tehát van az emberiségnek forrása ahhoz, hogy azt mondja, hogy ahogy eddig, úgy nem tovább, és akkor most csináljunk egy teljesen másikat?
van pénzünk, tehát természetesen a Stern jelentés óta, ami lassan 10 éve került nyilvánosságra, egy nemzetközi nagyhírű közgazdászról van szó. Ma már a klímaváltozás nagyobb gazdasági károkat okoz, mint az annak megelőzésére szánt források összege. Globálisan, de adott pontokon is? Lokálisan is helyi megoldásokat kell nyilván alkalmazni. Nekünk a medencehatás miatt különösen fontos, hogy Magyarországon klímabarát energiastratégiánk legyen. Hát elég messze vagyunk ettől. Mezei János Bálint volt a vendégünk, a Greenpeace klíma és energia kampány felelőse. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.